Sziasztok, Szalai Gábor vagyok, ti pedig a videoblogomat látjátok. A mai napon egy izgalmas és akciódús csukapergetésre szeretnélek titeket meginvitálni, melynek helyszíne a Bodrog folyó lesz. Álmos reggelek, újból és újból le kell őket győzni, a hajnapvárás, ez az ázás-fázás, egy egész másfajta áldás. Máshol nem bírnám tovább, amikor bal lábbal kezdem, mikor semmi sem jósul el, amikor nincs számodra hely. Emberekből elég lesz, a környezeted tönkre tesz, lassan vett folyt már a stressz. Fakít a fény, ragyog az éjszaka, a jég, tiszta az ég, a marvas a tél, itt azt a nyár, nincs más irány, folyó vár. A zsinór surran, és a távolban, valami a vízben csontan, minden úgy van, ahogy legutóbb is, és minden alkalommal. Szívem lüktet, de ütemet született, mindent összetéved. Máshol nem bírnám tovább, amikor bal lábbal kezd el, mikor semmi sem gyorsul el, amikor nincs számodra hely. Jelenleg szeptember vége van, az ősz már beköszöntött, és a folyó is felvette az őszi ruháját. Ugyan nappal még 20 fok köré fölmelegszik a hőmérséklet, az éjszakák és különösen a hajnalok már nagyon csípősek, hidegek. Ebben az időszakban a csukákat, főleg még a folyókanyarulatok belső idén, a sekélyebb oldalon találjuk meg, a vízinövényzet között, illetve előtt. Igen ám, viszont még nem elég hidegek a nappalok ahhoz, hogy a vízinövényzet kellőképpen megritkuljon, illetve eltűnjön. Éppen ezért speciális módszereket és technikákat igényel a pergető horgásztól, hogy a nagyon nehéz terepen meg tudja fogni a csukákat. Természetesen a felszerelés, valamint a csalik bemutatását sem fogom elmulasztani, viszont először szeretnék halakat fogni, és később megmutatom azt is, hogy hogyan és miként, mivel sikerült megfognom a halakat. Tartsatok velem! Fakít a fény, ragyog az éj, szakad a jég, tiszta az ég, a marvas a tél, itt azt a nyár, nincs más irány, folyó vár. A zsinór surran, és a távolban, valami a vízben csontan, minden úgy van, ahogy legutóbb is, és minden alkalommal. Szívem lüktet, de ütemet született, mindent összetéved. Máshol nem bírnám tovább, amikor bal lábbal kezd el, mikor semmi sem gyorsul el, amikor nincs számodra hely. Az emberekből elég lesz, a környezeted tönkre tesz, lassan megfogy már a stressz. Fakít a fény, ragyog az éj, szakad a jég, tiszta az ég, a marvas a tél, itt azt a nyár, nincs más irány, folyó vár. Semmi sem gyorsul el, mikor nincs számodra hely. Az emberekből elég lesz, a környezeted tönkre tesz, lassan megfogy már a stressz. Fakít a fény, ragyog az éj, szakad a jég, tiszta az ég, a marvas a tél, itt azt a nyár, nincs más irány, folyó vár. De szép.
Szia. Ahogy említettem is a bevezetőben, a csukák még most a sárga vízitök alatt helyezkednek el a sekély vízben. Ezeken a helyeken a hagyományos csukacsalikat, például támolygó kanalakat nem használhatjuk, hiszen rögtön elakadnánk. Védett horgos műcsalit kell használnunk. Két típus jöhetett szóba. Az egyik, ezek a felszíni békák, amiket biztonsággal elakadásmentesen el tudunk húzni a töklevél mezőkön. Valamint offset horgokkal szerelt plastik csalikat is használtam, amiket szintén szépen el tudtam vezetni a sárga vízitök levelei között. Az utóbbiak esetében azonban arra is kell figyelnünk, hogy kellően könnyű csalikat használjunk, olyan plastikokat kell választanunk, amik lassan süllyednek, ezért túl nagy fejeket nem is rakhatunk elé, vagy adott esetben nem is kell elé semmilyen súlyt tennünk. Kétféle plastikot használtam, az egyik típus a különböző gumibékák, ezeknek kellően nagyon súlyuk van, egy nagyobb 4-0-ás offset horoggal szerelve jól dobhatók, és nagyon lassan süllyed, így a passzív halak előtt is szépen meg lehet lebegtetni, nagyon fogósnak bizonyult a mai nap folyamán. A másik típus pedig nagyobb korongfarkú gumihalak, ezek a Nevis Swinger gumik, amiknek kellően nagy a korongfarkuk ahhoz, hogy belassítsa víz közt a csalit. Vagy olyan offsettel használtam, aminek eleve az öblén van egy kis ólom, vagy pici csebulaska fejjel. Only come to take. I was blind enough to believe that you were never the same. But you wanted me only to be your slave. How can you look me in the eye? How dare you stand on sacred ground? Your hands are stained with blood. The more you try, the more you lie. You can run, but you can hide. Your hands are stained with blood. And now here we are again, face to face, bleeding to be the end. You can stop the final countdown. Eye for an eye. By the sun comes up, one of us could drop down dead. Reckoning time is here and you're going down, going down. How can you look me in the eye? How dare you stand on sacred ground? Your hands are stained with blood. The more you try, the more you lie. You can run, but you can hide. Your hands are stained with blood. Fight! Fight! Aha. Whoa.
két felszereléssel horgászok a mai nap folyamán. Az egyik egy multis kombó, egy Nevis Rider Baitcast, Rider Cast nevezetű revolver nyeles multis bot, egy Spro Ruff multiorsóval, főleg a felszíni csalikhoz használtam, valamint a másik bot egy pergetőbot és egy peremfutó orsó, a Nevis Innova, 210 centis, 15-40 grammos, rajta pedig a 3000-es Nevis Artemis orsó. Ezzel a két felszereléssel vettem ma üldözőbe a csukákat, úgyhogy folytassuk is. Persze.
megfogom majd. Álmos reggelek, újból és újból le kell őket tűzni. A hajnapvárás, ez az ázás-fázás, egy egész másfajta áldás. Máshol nem bírnám tovább, amikor bal lábbal kezdem. Ennyi fér bele ebbe a mai napba. A nap már lebukott a Tokaji hegy mögött, úgyhogy lassan mi is befejezzük a horgászatot. Sajnos nem úgy evett ma a csuga, ahogy szerettük volna, és nem is azt a méretet fogtam, amit szerettem volna nektek nagyon megmutatni, viszont egy szép csukát így is sikerült fogni, valamint számos bodrogmércével mérve standardnak mondható csukácskát is. Remélem azért tetszett ez az adás is, hogyha igen, akkor lájkoljátok a Facebook profilomat, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, hogy nehogy lemaradjatok a többi videóról, valamint látogassatok el a gaborszalai.hu-ra, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!